Kedves vendégeink! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a Török Szent Miklósi Ipoly Kulturális Központ nevében, Bozsó Krisztián fotós, Valami új, valami régi című fotókiállításán. Engedjék meg, hogy tisztelettel felkérjem Medgyessy Klárát, intézményünk igazgatónőjét, hogy bemutassa Önöknek Krisztián, és megnyissa mai kiállításunkat. Különlegessége számomra ennek a kiállításnak abban rejlik, ami talán nem is egy, hanem több, de két gondolatot szeretnék megosztani. Az egyik pedig az, hogy körülbelül 5 vagy 6 éve, de talán lehet, hogy kevesebb, nem tudom, amikor találkoztam Krisztiánnak az első alkotásaival, és ez a valóban a meglátni és megszeretni érzés volt. Pillanatok alatt a képeknek a részleteibe bele szerelmesedtem szó szerint, mert annyira ott volt és annyira érezte azt a pillanatot. A másik különlegesség számomra pedig az, hogy talán nem árulok el nagy titkot, hogyha elmondom azt, hogy Krisztián valójában városunk köztiszteletben álló családjának, Berceliné, Marika néninek és Pista bácsinak az egyik tehetséges unokája. Ugyan ő, már maga Krisztián nem élt Örökszent Miklóson, nem itt lakik, de szülei és nagyszülei révén kötődik, kapcsolódik Törökszent Miklóshoz, és nagyon szeretném, remélem, hogy ezzel elindul egy új kapcsolat közöttünk, az intézmény között, és tovább tudjuk ezt fejleszteni. Látva Krisztián fotóképeit, sokunkban kellemes, szívet melengető minden bizonnyal, már valamilyen formában megélt érzéseket, emlékeket enged szabadjára. Angol hagyomány, hogy a mennyasszony az esküvője napján boldog házasságának zálogául szerencsés viselnie magán, amire a cím is utal, valami újat, valami régit, mely így folytatódhatna, vagy folytatódna, valami kéket és valami kölcsönkapottat. A régi a mennyasszony hajadonlétét szimbolizálja. Az új jelzi, hogy az életében új fejezet kezdődött. A kék a hűség színe, illetve úgy is tartják, hogy aki kéket visel, fiú gyermeket szül. A kölcsönkapott dolog pedig a házasság két legfontosabb kötelékét jelzi, a barátságot és a szerelmet. Ezekre az érzésekre ugyanis úgy kell vigyázni, mint a kölcsönkapott tárgyakra, és illik visszaadni a kölcsönkapott tárgyakat. Engedjék meg, hogy néhány gondolattal bemutassam magát, Krisztiánt. Becsényi Miklós gimnáziumban végzett, majd a Veszprémi Egyetemen szerezte meg első diplomáját gazdálkodás és menedzsment szakon, média menedzsment szakirányon. A média színes és varázslatos világát itt szerette meg, ahol a média gazdasági tantárgyai mellett már voltak saját, gyakorlati ös projektjei, melyeket az egyetemi televízió keretein belül valósított meg. Gyakorlatát a helyi T1 TV-nél töltötte, mint operatőr és vágó. A gyakorlata után rövid filmeket és videófilmeket készített cégeknek, zenekaroknak, majd megvette az első fényképezőgépét és elvarázsolta a fotózás világa. 6 évvel ezelőtt költözött Szegedre, ahol megszerezte a mesterszakos egyetemi diplomáját marketing szakon. Szegeden a Hír 24 helyi fotóriportereként 1,5 évet töltött el, ahol sajtótájékoztatókról, közéleti eseményekről, kulturális programokról tudósított, számos híres emberekről készített portrét. Közben már mellékállásban esküvőket is fotózott. A fotóriporteri pozíció után marketingesként dolgozott egy budapesti székhelyű, de nemzetközi startup cégnél, majd kis kihagyással 2 évet töltötte szintén marketingesként egy szegedi informatikai középvállalkozásnál. 1,5 éve indította el saját vállalkozását. Egy online esküvői magazin tulajdonosa, főszerkesztője, ami azóta az ország legolvasottabb esküvői portáljává nőtte ki magát. A magazinban menyasszonyok és vőlegények számára írnak cikket. Már nem először érkezik ide Törökszent Miklósra ez az esemény, hogy talált itt otthonra ez a program? Így van, már mondhatjuk azt is, hogy sokadik alkalommal járunk Törökszent Miklóson. Én személy szerint is általában havonta eljövök egy edzést tartani, illetve most a japán mestert is elhoztuk ide. Tulajdonképpen ez a program egy úgynevezett roadshow-nak a része. A mester hétfőn érkezett Magyarországra, és
Budapesten, Gyulán, Törökszent Miklóson, Vecsésen, Sopronban, ismét Budapesten fog edzéseket tartani. Gyakorlatilag ez úgy történik, hogy a szövetség felajánlja a tagszervezeteknek, hogy ki tudná fogadni a mestert, és akkor így esett a választás Törökszent Miklósra, hogy ők jelentkeztek, mi pedig akkor elfogadtuk ezt a jelentkezést. Ennek az edzésnek milyen résztvevői vannak? Honnan érkeztek ide egyesületek? Tudomásom szerint itt a környékbeli Sotokán karaté gyakorló egyesületek lesznek itt, illetve mi jövünk például a Szarvasi Klub a mai csütörtöki edzését, azt itt tartja együtt az helyi egyesülettel, azon kívül jönnek Szolnokról, Rákóczi falváról, Rákóczi új faluról, Cibakházáról, tehát a környékbeli Sotokán karaté gyakorló egyesületek lesznek itt. Miért hasznos egy ilyen végül is, hát mondhatjuk, hogy szűkebb térség karaté életében az, hogy egy ilyen végül is neves mester jön le hozzájuk és edzést tart nekik? A mester, akit most itt vendégül látunk, a Nobuaki Kanazawa, aki ennek a Nemzetközi Szövetségnek most a technikai vezetője, és így első kézből lehet tőle karatét tanulni, mindenki első kézből láthatja azt, hogy mit gondol a karatéről, hogy oktatja, milyenek a technikái, tehát ez mindenképpen nagyon hasznos dolog. Azon kívül meg ismerkednek egymással a kluboknak a tagjai, kicsit erősödnek ezek az együttműködések, és ez mindenképpen jó. Érkezik most ide a japán mester, mit kell róla tudni? Ahogy az előbb említettem, ő a világszövetségnek a vezetője, egyébként kétszeres világbajnok, és egy hetedik dan fokozattal bíró mester, ami úgy Sotokán karatéban elég jónak számít. Gyakorlatilag járja a világot, 5 hete van Európában, és az egyik ilyen állomás, az egyik hét, amit itt tölt, az Magyarország, ahogy említettem korábban. Ő tanítja most itt szerintem nagyon-nagyon magas színvonalon a karatét. Az edzések, illetve előadások mellett milyen más programok várják a résztvevőket? Lesznek még programjaink, lesz egy edzőtábor, június végén a Velencei tónál. Egyrészt ez egy ilyen nagy, mondjuk azt, hogy országos rendezvény lesz, vagy rendezvényünk lesz, és ott sor kerül majd vizsgára is, feketeöves fokozatra is lehet vizsgázni. Ez lesz az egyik stabil programunk, illetve ennek a vizsgának lesz még egy előkészítője május végén, ahol úgy igyekszünk összerázni úgy a jelentkezőket, hogy minden zökkenőmentesen menjen a vizsgán. Utána augusztus végén lesz egy világbajnokság, az kicsit távolabb Indonéziában, és novemberben pedig ismét Magyarországra látogat egy japán instruktor. Szerencsés esetben ismét találkozhatunk itt vele Törökszent Miklóson is. Szerintem járja az Európát, Magyarországon tartózkodik jelenleg, hogy került kapcsolatba ezzel az országgal. So Sensei, you are taking a tour in Europe and now you are in Hungary. How did you get into contact with Hungary? Hungary is a long time so SKF member. So understand. Then Hungary is a karate very active in the many competition in the Hungary, India. A Magyarország már nagyon régóta az SKI családnak a tagja, és nagyon sokszor, nagyon aktív Magyarország, és például sok versenyen is részt vett, és így találkoztunk a mesterrel.
itt kisebb körzetre kitérve Törökszent Miklós, illetve vonzás körzete, mennyire aktív a karate életben, mennyire van erről tapasztalata a mesternek, illetve mit vár a mai előadásától? So regarding this region, how much experience do you have, that how active they are here, the karatekas, and what do you expect from this training? This city is the first time. So my experience, I'm looking forward to see training him, student. But this time I came to Hungary. Each dojo, each student, very good attitude. So of course, so training technical, very high levels, very feeling good. Törökszent Miklóson most van először, de Magyarországon nem most van először, és eddig akárhány dozsóban volt, edzőteremben és akárhány klubbal találkozott, mindig azt látta, hogy a karatékeknek a hozzáállása nagyon jó, technikailag magas szinten állnak, úgyhogy nagyon jól érzi magát, és remélem, hogy ez az edzés is jó lesz. Miért tartja fontosnak azt, hogy egy ilyen világjáró turnén bemutassa a saját tudását, illetve átadja a saját tudását a kisgyerekektől egészen a felnőtt karatékákig? Why is it important to travel around the world and teach from small kids to adults, teach what you know and what you have learned? My escape is a technical, is a all the world same level, so important. So I is teaching, so level is always growing. Nagyon fontos, hogy az SKI-nak van egy bizonyos technikai szintje, egy színvonala, és azért utazik körbe a világon, hogy ezt tanítsa, hogy mindenhol a világon ez a színvonal, ez mindig emelkedjen. And the most important to communicate, very important. So always call joint and they talking, so sometimes asking, so then communicate, so important. So. Ezen kívül a kommunikáció, tehát a kapcsolat, az, hogy legyen kérdezés, beszélgetés, válaszolás, hogy kommunikáció legyen a központ és az országok között. Is there anything else, Sensei, you would like to add? My last is karate is not just physical and the power, okay, technique. Most important is physical method. Through the training. Tehát nagyon fontos az, hogy a karate nem csak a fizikai, technikai és az erőléti tréning edzésből áll, hanem ez ezen túlmutat, és hogy az edzéseken keresztül azzal a módszerrel ezt gyakoroljuk és ezt fejlesztjük. This is karate do. Ez a karate do, ugye a karaténak az útja. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 2013. január 1-én történelmi pillanatként élhettük meg, hogy 30 év után a járási rendszer újjáindult. Elindultunk egy szép, de nehéz úton, egy új közigazgatási rendszer építésébe fogtunk. Az eltelt 3 év munkája azonban bebizonyította számunkra, hogy a magyar közigazgatás lehet gyors, modern, olcsó és ügyfélbarát. A minőségi munkavégzésnek azonban elengedhetetlen feltétele egy 21. századi hely. A Törökszent Miklósi járás közigazgatási életében épp ezért kiemelkedő fontossága a mai nap, amikor is egy integrált, modern ügyfélszolgálati helyen gyarapodik járási hivatalunk. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat, és hogy részesei lehetnek a mai ünnepségünknek. Elsőként kérem, hallgassák meg a Törökszent Miklósi Bethlen Gábor Református Általános Iskola 5. B-osztályos tanulójának előadását, Purkalt Panna fuvolán játszik. Thank you.
Tisztelt ünneplő közösség! Jász Nikon Szolnok megye közigazgatási életében a mai napon egy fejezet véget ér, ugyanis az utolsó járásszéken, a 9. járásszéken, Törökszent Miklóson is kormányablak átadásra került sor, immárom, ha jól tudom, országosan a 252. Ebből az alkalomban nagy tiszteletem felkérem Dr. Kállay Mária kormány megbízott asszonyt mondni el ünnepi gondolatait. Köszönöm szépen! Köszönöm a lehetőséget, tisztelt képviselő úr, alelnök úr, alpolgármester úr, tisztelt településvezetők, tisztelt főigazgatóasszony, tisztelt járáshivatalvezetők, és nagy-nagy tisztelettel köszönöm mindenkinek, aki el tudta fogadni mára a meghívásunkat Törökszent Miklós járás közéletéből. 2016-tól visszagondolva 2010-re, egy picit távolinak tűnik hat esztendő, Magyarország kormánya akkor egy szétaprózott, szakmailag, morálisan, olykor rosszul működő közigazgatással szembesült, ezért gyors döntést kellett hozni, hogyan tovább közigazgatás. Mindez, amit akkor érzékelni lehetett, semmiképpen nem szolgálta az ország versenyképességét, semmiféleképpen nem szolgálta az ország gazdasági önállóságának megteremtését. Mindenféleképpen az államigazgatás és egy ország versenyképessége egymással nagyon szoros összefüggésben van, és ezért egy nagyon gyors döntés kellett a közigazgatás átalakításáról, amely hosszú távon kevésbé bürokratikus, hosszú távon rugalmas, jól szolgálja a versenyszférát, és jól szolgálja mindazt az ügyfélkört, aki nap mint nap betér, hogy észrevegye, igénybe vegye, igényelje ezt a szolgálatot. Ezzel tulajdonképpen megkezdődött egy 150 esztendeje, nem megérte, 150 esztendő alatt a legnagyobb átalakítása a magyar közigazgatásnak, amelynek, ahogyan hivatalvezető úrnak a gondolataiban és az elején hallottuk, a legkomolyabb hívószavak, elvárások, értékek, teljesítendő eredmények a gyorsaság, a hatékonyság, az emberközpontúság, ügyfélközpontúság, kiváló szakmaiság, és minden esetben és minden körülmények között az állampolgárainak, ügyfélkörüknek a szolgálata. Tudatosan használom ezt a két kifejezést az állampolgárok mellett. Nagyon fontos ügyfeleink az önkormányzatok, a települések, nagyon fontos ügyfeleink, ahogyan a bevezető gondolatban is mondtam, a versenyszél, a szereplője, a gazdálkodó szervezetek vezetői. 2010-es gondolatot, döntést, elhatározást néhány hónap múlva, 2011. január 1-én már cselekvés követte, és az ország 29 helyén, 29 ügykörrel megalakultak az első integrált ügyfélszolgálatok, az első kormányablakok, Törökszent Miklós járástól nem is olyan nagyon messze a megyeszékhely központjában az első. Tulajdonképpen a kormányablakok az új modern közigazgatás reprezentánsai, itt valóban megtapasztalhatók, kézzel tapinthatók, érzékelhetők az ügyintézés folyamán mindazok az elvárások, amely egy 21. századnak megfelelnek, hiszen azt gondolom, hogy maga az ügyfélhívótér, maga az egész logikája az integrált ügyfélszolgálatnak egy 21. századi gondolat. A magyar közigazgatás modernizációs folyamata a mai napig zajlik, és látjuk még magunk előtt a fejlesztendőket, hiszen a bürokrácia csökkentés további erősítése, a kultúra váltás mindenütt az egész országban megalapozása, a minőségi szolgálat szolgáltatása valós, az állampolgárok, ügyfelek igényen alapuló szolgáltató, kormányhivatal, szolgáltató, hivatali rendszernek a kvázi elmélyítése, én úgy gondolom, hogy tartogat még feladatokat, és mindez az államreform programon belül történik is ennek a fejlesztése. Gyakorlatilag az elmúlt 5 évnek a változásai ennek a stratégiai célnak az elérése irányába hatnak. Az év elejétől minden állampolgár tapasztalhatta, és a vállalkozások a rezsicsökkentés keretében számos hatósági eljárás vált ingyenessé, ezzel 10 milliárd forint megtakarítására nyílt lehetőség az állampolgároknak. A közigazgatási bürokrácia csökkentése pedig jelentősen, nagyon jelentősen csökkentek az ügyintézési határidők. Természetesen tudjuk azt belül, hogy a szakembereinknek egy gyors, határozottabb döntéshozatalt is jelent, és úgy gondolom, hogy ez így van jól, és ez így helyes. Hiszen, ha belegondolunk, és sorra veszük az erőforrásokat, akkor látjuk, hogy a legfontosabb erőforrás az ember, de mellette nagyon fontos a mai korunkban az idő, hiszen mindent azonnal szeretnénk elintézni. Az időpénz egy vállalkozás életében, de egy állampolgár életében az idő egy olyan tényező, amelyet ha megtakarítunk, akkor akár a családunkra fordíthatjuk, akár a nyugalmunkra, és sorolhatnám azokat az életminőséget meghatározó elemeket, amelyek szempontjából nagyon-nagyon fontos. Ezért nagyon fontos az, hogy ne hivatalról hivatalra kelljen járni egy ügyfélnek, hogy az ügyintézés során mindenki Magyarországon minél több időt tudjon megtakarítani. Az állam feladata, kötelessége ennek a szolgáltatói kultúrának a további erősítése
megteremtése, ezért ebben a járásban is örömmel mondhatom, hogy a mi kormányhivatalunk az egyike, illetve az egyetlen az országban, aki a szolgáltató kormányhivatal humán tényezőjére kapott egy lehetőséget, és fejlesztett egy olyan modellt, amely ebben a témakörben vizsgálja a további lehetőségeket. Természetesen a közigazgatás célja az, hogy minden olyan helyen valósuljon meg, ahol az embereknek a közelében van. Ezért, ahogyan ismét hivatalvezető urat idézem, a járási hivatalok megalakulása, hogy valóban járásnyira legyünk a ügyfeleinktől nagyon fontos tényező egyrészt, másrészt pedig, ahogyan már az előbb is mondtam, egy-egy ügyfélszolgálatra betérve minél több ügyet, lehetőséget kapjon egy állampolgár ügye intézésére. 2011-ben azt mondtam, hogy 29 ügykört lehetett intézni, ma ez az ügykörszám 1131. 2011-ben 29 kormányablak volt, ma 252-ként nyílik meg Törökszent Miklóson, tehát látjuk a fejlődés, a haladás mindenféleképpen egyértelmű. Az is egyértelmű, hogy az esélyteremtés szintén nagyon fontos kérdés, hiszen ez a kormányablak, ha itt körbenézünk, és hirtelen az ország másik részére repülnénk át, ugyanilyen küllemű, ugyanilyen felszereltségű, ugyanilyen struktúrájú épülettel találkozunk egyrészt, és ugyanolyan funkcióval, ugyanolyan feladattal, és én bízom abban, hogy ugyanolyan elkötelezett, empatikus, a szakmáját kiválóan végző kormánytisztviselővel is. Ami a Törökszent Miklósi járási hivatalt illeti, a 2015-ös költségvetési év terhére 33.981.583 forintos beruházással gazdagodott a járás, gazdagodott Törökszent Miklós városa is ezáltal. A kormányablakban 6 munkaállomás van, én bízom abban, hogy a járás 37.000 lakosát méltóan fogja szolgálni a jövőben. A tágos ügyféltér kialakítása természetesen ma már nem képzelhető el, hogyha az előbb 21. századról beszélünk a teljes körű akadálymentesítés nélkül, illetve a pici játszósarokról, hiszen a családos ügyintézők is sokkal könnyebben és gyorsabban boldogulnak, hogyha a kisgyermek egy kis játékkal tudja tölteni az időt. Tisztelt jelenlévők, én mindenkinek köszönöm a munkáját. Tisztelettel köszönöm a polgármester úron keresztül Markó Imre polgármester úrnak és az önkormányzat munkatársainak azt, hogy segítették folyamatosan a járási hivatal munkáját, magának a kormányoknak a kiépítését. Tisztelettel köszönöm meg Csikó Sándor főosztályvezetőhelyettes úrnak és munkatársainak azt, hogy immárom a 13. kormányablaknál az elsőtől kezdve nagy elkötelezettséggel, nagy szakismerettel és gyorsasággal végezték kifogástalan a munkájukat. Én bízom abban, hogy Törökszent Miklós városlakói, Törökszent Miklós járáslakói elégedettek lesznek szolgálatunkkal. Én ezt kívánom mindenkinek, ehhez kívánok mindenkinek erőt, egészséget, a járási hivatal vezetőjének és munkatársainak pedig szintén nagyon-nagyon jó munkát megköszönve azt a nagyon alkalmazkodó, nagyon konstruktív munkát, amit az építés során, de én azt gondolom, hogy a járási hivatal megalakulása óta végeztek. Köszönöm szépen a figyelmet!